Zsuzsa, te szoktál újrahasznosított anyagokkal dolgozni? Egyébként? Abszolút. Tehát, hogy... Én azt gondolom, hogy amikor gyerekeknek varrunk, akkor amúgy is érdemes színes anyagokkal dolgozni, de lehet ez például egy olyan blúz, amit már nem használunk, vagy apának az ingéből varni együtt valamit mondjuk egy gyereknek. Nagyon hálás feladat, nagyon szeretik, örülnek neki, illetve lehet vele közösen egy kicsit bevonni, és akkor anya is kreatívkodhat, és örömet lehet szerezni a gyerkőcnek. Úgyhogy persze nagyon jó pulcsiból lehet például cicát készíteni. Ez egyszerűen két darab anyagból van összevarva, csak olyan jó pofán, hogy egy cicapárna lesz belőle. Úgyhogy minden anyukának javaslom, hogy nyugodtan már elhordott pulcsikat. Régen azért ez teljesen alapvető volt, hogy az emberek tudtak varni, főleg ugye a hölgyek körében. Manapság azért már ez nem teljesen van így. Hát én azt gondolom, hogy ez reneszánszát éli, mind az újrahasznosítás, mind a varrás, illetve sokszor azt mondják, hogy fú, hát ez annyira nehéz, meg egy gépet kell kezelni, de most már az interneten nálunk is vannak ingyenes videók, amivel el lehet indulni, és egyszerű dolgokat meg lehet varni. Úgyhogy én most is hoztam nektek egy nagyon egyszerű ötletet, amit remélem, hogy senkinek nem veszi el a kedvét, hanem inkább inspirálni fog. Ebből is egy cica lesz, én most megrajzoltam már az arcát, és igazából a feje is két darabból van, meg az egész teste két darab anyagból van, és csak ezt kell összevarni, tehát ez nem egy nagy ördöngőség, egy minimális varrógép kezeléssel bárki el tudja készíteni, majd szeretném nektek a végén megmutatni, hogy milyen aranyos lehet, és hogy tényleg nem tart sok ideig elkészíteni. A belseje az miből? Hát az általában fleece tömőanyagot használunk, vagy törmelék szivacsot, illetve hát kicsit nehezebb ez, de maradékanyagokat is lehet beletenni, és akkor igazából szebben meg lehet, nem muszáj vásárolni ehhez, vagy akár a kozmetikai vattát is beletömhetjük, mert ez nem olyan nagy dolog, úgyhogy lehet azt is használni. Ha már ott tartottunk, hogy kevesebben tudnak, mert talán megijednek tőle, hogy varrógépet kell használni, te tartasz tanfolyamokat? Így van, mi nagy szeretettel várjuk azokat, akik szeretnének megtanulni varni, illetve mondom, online is lehet, most már a világ bármely tájáról, akár Kanadából is lehet videók segítségével tanulni. És jelen pillanatban is várjuk a hölgyeket, akkor már ugye nyilván nem cicát varrunk, hanem akár a téli kabátot is, és ezzel színesítjük meg a nők életét, hogy olyan ruhákat tudnak viselni, ami igazán kifejezi őket, a személyiségüket, és azért az egy nagyon-nagyon bizalomnövelő tréning, amikor azt mondják, hogy ez elkezdődik. Igen. Hol vetted, és nem az a válasz, hogy boltban, hanem én készítettem. Igen. Mennyire fontos a technika elsajátítása, és mennyire fontos a képzelőerő és az ügyesség? Szerintem a legfontosabb a bátorság, de ki kell vágni, el kell kezdeni. Aki bátor és elkezdi, az előbb-utóbb megtanulja hozzá a gépet is kezelni. Nem olyan nagy történet ez, tehát tényleg egy kétórás videóban vagy magyarázattal ezt meg lehet érteni, hogyan működik, és onnantól kezdve már annyi mindent lehet csinálni, szacsokat, labdarendezési tárgyakat, párnákat, bármit, és mondom, a gyerekekkel is annyira jól lehet együtt alkotni. A gyerekeknek is akár meg lehet tanítani egy alapvető varrógép kezelést? Így van, 8 éves kortól várjuk a lányokat is, nyáron szinte csak kis divattervező táborokat tartunk, ahol kész szetteket vannak a lányok, tehát igenis tudnak varni, régen az iskolában megtanultak, tehát ma már azt mondják, hogy hú, oda engedjük a varrógéphez, igen, tehát oda lehet őket engedni, és nem történik velük semmi baj, egy jó oktatási metódus mellett nagyon ügyesen meg tudnak tanulni varni. Amiket még itt láthatunk az asztalon, azok viszont ugye nem gyerkőcöknek készültek, vagy akár nekik is. Hát, akár nekik is. Például itt a lányom kedvenc mocskája látható, amit még egyszer szülinapjára készítettem neki, és nagyon tudnak örülni egy ilyen kézzel készített dolognak, illetve amikor a nagyobb gyerek iskolába megy, akkor a kisebbnek szerintem nagyon jó pofa, hogyha ilyen kis, hát ugye lehet együtt tanulni a nagy testvérrel, és akkor neki is van mappája, ez nálunk is akkor készült, amikor a nagy testvér iskolába ment, úgyhogy nagyon sok mindent lehet, illetve egy egyszerű kis politéktáska, ezt egyébként már a lányom volt a 9 évesen, és nagyon szeretik valamiért a gyerekek az ilyen kis táskákat, amelyek be tudnak rejteni a titkos dolgaikat, illetve most már az iskolában elvárják az egyedi tisztasági szettet, ezt bele lehet tenni ebbe a kis zsebkendőt, kéztörlőt, stb. Zsuzsa, hagylak dolgozni, köszönjük szépen, hogy a vendégünk vagy, és kíváncsian várjuk a végeredményt. Mert hogy elkészült a nagy mű? Igen, elkészült minka cica. Hát szeretném megmutatni, milyen egyszerű a szabás mintája.
ugye ez a teste is gyakorlatilag egy labból kész, ugye csak ki kell tömni, tehát két anyagot kell összevarni, ki kell tömni, és abból lesz a kis lábacskája, és hozzá kell valni gyakorlatilag kézzel a fejét, tehát nem egy őrült, bonyolult dolog, úgyhogy mindenkit arra bíztatnék, hogy próbálj meg elkészíteni. Pici babáknak is oda lehet adni, ugyanis semmilyen kemény vagy könnyen leeső része nincsen, illetve egy tinédzsernek is, hogyha szereti a cicákat, akkor jó ajándék lehet. Az rendben, hogy te ennyi idő alatt el tudod készíteni, de mondjuk egy laikus, aki kezdő, szerinted mennyi időt szánjon mondjuk arra, hogy egy ilyen cica elkészüljön? Laikusként is 2 óra alatt el lehet egy ilyen cicát készíteni, és lehet tényleg maradékanyagokból, vagy régi buszból, tehát pénzbe se kerül, szerintem a legjobb ajándékok az ilyenek. Ugye itt láthatjuk ezt a szabás mintát, mondjuk a Facebook oldaladon találhatunk ilyeneket? Én is illetve adattam nektek is, tehát gyakorlatilag a ti Facebook oldaladon is megtalálható lehet. Erre próbáltam képezni. Igen, tehát hogy egy kis segítséget. Igen, és onnan ki lehet nyomtatni, és akkor el lehet készíteni tényleg rövid idő alatt könnyedű. Mik a leggyakoribb kérések, amik érkeznek hozzá? Hát igazából nagyon változatos, mindenki arról álmodozik, hogy saját készítésű ruhája legyen, de gyakran megelégednek, vagy úgy jönnek hozzánk, hogy szeretnék egy párnahúzatot varni. És akkor persze, gyere, varj egy párnahúzatot, és akkor majd onnan megyünk tovább, és eljutunk az esti ruhája, és stb. Mert szerintem az az igazi nagy élmény, csak sokan nem gondolják magukról, hogy képesek rá. Pedig ezt lépésről lépésre végig lehet menni egy tanulási folyamaton, és meg lehet tanulni pont úgy, mint autót vezetni, úgy meg lehet tanulni a varrógépet kezelni, egy kis színtanácsadás, egy kis stílus, és szuper ruhákat lehet készíteni. A következő tankönyv címe a macskától az estélyi ruháig. És csak azt mondjuk szépen, hogy a vendégünk voltál. Én köszönöm.